Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves nézőink! Mai adásunkban elsőként az egyházmegyei ministráns találkozóra látogatunk el, majd pásztor Győző atyával beszélgetünk, aki nemrég vette át a hit pajzsa elismerést. Egyházmegyei ministráns találkozó zajlott április 22-én szombaton Vácott. A plébániákról érkező gyerekek, fiatalok és felnőttek teljesen megtöltötték a székesegyházat. A találkozót megszervező Miklós Zalán Árpád atya, a ministráns bizottság elnöke elmondta, a nagy siker azt is bizonyítja, hogy eljött az ideje a ministráns képzés újraindításának. A délelőtt folyamán a résztvevők tanúságtételeket hallgattak, ismerkedő és tapasztalataikat megosztó megbeszéléseket tartottak. 12 órakor vette kezdetét a székesegyházban az ünnepi szentmise, melynek főcelebránsa Bér Miklós megyés püspök volt. Váci Egyházmegyében a ministráns találkozók már régmúltra tekértenek vissza, viszont 2005 óta gyakorlatilag nem volt nagyszabású ministráns találkozó, kisebb találkozóink voltak, ezért úgy gondoltuk, hogy idén szeretnénk egy nagyobb ministráns találkozót megvalósítani, és hát mikor a legalkalmasabb, mint a fényes héten, húsvét után, a feltámadás örömében, éppen ezért választottuk jelmondatként is a Emauszi tanítványoknak szánt gondolatot, illetve a tanítványok gondolatát, hogy ugye lángolt a szívünk, amikor kifejtette nekünk az írásokat, és ezt egy picit megpróbáltuk nem csak a múltba visszatekintően nézni, már magán a plakáton is látszik, hogy nem csak egy múltba tekintő, hanem egy picit jövőbe tekintő is, és egy igazából kifejezi azt, hogy mi miért is vagyunk lángoló szívűek. Miért is akarjuk azt, hogy valójában a ministránsokkal picit behatóbban foglalkozzunk, hiszen van a Váci Egyház megyében ifjúsági régiók, amelyek működnek, amelyek jól működnek, és ezen belül van a létjogosultsága a ministráns foglalkozásnak külön, és hát a mai találkozó bizonyította azt, hogy igen, van létjogosultsága annak, hogy külön a ministránsokkal is foglalkozzunk, hiszen 370 fiatal jelent meg a mai napon itt a Váci Székesegyházban. Kedves minisztránsok, kedves testvérek! Azért hangsúlyoztam a szentmise elején, hogy úgy éljük át ma ezt a mai szentmisénket és a feltámadt Úr Jézussal való találkozásunkat, mintha csak minket nézne, csak a mi szemünkbe nézne, hogy személyesen érezzük meg az ő meghívó szeretetét. Ezt azért mondtam el, mert számomra egy felejthetetlen élmény volt, amikor a Szent II. János Pál pápa először járt Magyarországon 1991-ben, és Esztergomban ott lehettem azon a szabadtéri szentmisén, amelyet ott a bazilika előtt fölállított oltárnál mutatott be a Szentatya, és ott körbeültünk mi papok, és az volt az érzésem, hogy a Szentatya egyszer csak így rám nézett. Utána aztán találkozhattam vele Rómában is, de azt soha nem felejtem el, ezt az első tekintetét, amikor a szemembe nézett. Én valahogy így képzelem el a mi szentmiséinket, különösen ezeket a mi húsvéti ünnepeinket, hogy Jézus ott van közöttünk az ő feltámadott dicsőségében,
mint az utolsó vacsora termében, vagy az Emmauszi házban, és a szemünkbe néz. Ezt a személyes megszólítást, ezt a bizalmat köszönjük meg minisztránsként, papként Jézusnak, hogy az ő bizalmát élvezhetjük, hogy ő ismer bennünket, a szívünkbe lát, a szeretetét megosztja velünk. Kismarosra nősültem, és cserkészvezetőként azt láttam, hogy nincsenek minisztránsok a templomban. És mivel fiatalon én nagyon szerettem minisztrálni, ezért azt gondoltam, hogy hát hogyan lehet másképpen hívni a gyerekeket, a fiatalokat, példát kell nekik mutatni. Számomra az, hogy fiatalként, fiatal házasként, aztán már kicsit idősebb házasként, három gyerekkel, utána már egészen nagy gyerekekkel is minisztrálok, ez számomra egyfajta hálaadás. Olyan sok szeretetet kaptam a Jóistentől, úgy érzem, hogy valahogy viszonoznom kell, és ez egy módja. Elviselem a gyerekeknek a szertelenségeit, szaladgálását sokszor, és igyekszem tanítgatni őket arra, hogy hogyan kell szépen, méltóság teljesen minisztrálni. Az azért minisztrálok már több, mint hát ez a hatodik évem, és azért minisztrálok, mert amikor még bennetek atya volt nálunk Kismaroson, akkor mindig, amikor akkor egyszer úgy emlékszem, bejött az iskolába, és mondta, hogy aki szeretne, az jöhet minisztrálni, mert nagyon kevesen vagyunk. És akkor a Matyával együtt elkezdtünk minisztrálni, és elinte még versengés volt, hogy melyik minisztrál többet. Én a nővérem kezdett minisztrálni, és akkor nekem is megtetszett. És 3-4 éve minisztrálok körülbelül. Hát én is körülbelül akkor kezdtem el minisztrálni, amikor a Robi, és amikor beindult a nagy minisztrálási láz az osztályunkba, akkor ugye versengtünk még az elején, és a Robi kezdte hamarabb egy pár héttel, és utána én is kedvet kaptam hozzá, hogy már sok osztálytársam minisztrált, és akkor én is elkezdtem. Igazából szerintem minden minisztrálás egy nagyon-nagyon jó élmény, mert igazából volt nagyon sok olyan, amikor már úgy éreztem, hogy már teljesen kimerülök, de amikor áldozásnál magamhoz vettem a Szentostját, akkor mindig úgy melegséggel tölt el, és új erőt ad, hogy befejezzem magam is a minisztrálást. Hát nekem azok a különlegesen nagy élmények, amikor például nagy szombaton minisztrálhatok, és most is ugye minisztráltam, és turiferkedtem, ugye? És hát azok nekem annyira bennem maradnak, amikor megyünk végig az utcákon, és füstölünk meg, csengetnek a többiek, azért annyira nagyon bennem maradnak ezek az élmények. Hát az is tetszett a misén, hogy így mindenki minisztráns ruhában volt, és ez jelezte, ugye, hogy hiába voltak mások a ruhák, így összetartottunk jelezte, és mi is minisztráltunk igazából, bár nem csináltunk feladatokat. Nekem például nagyon tetszett az, amikor így visszajöttünk, és akkor lehetett kérdezni a püspök atyától, és hogy nagyon sok mindent megtudtunk róla, például, hogy azt nyilatkozta az egyik, az utolsó kérdések egyikében, hogyha eltávozik ebből a világból, és fölmegy a Mennyországba, akkor egyben biztos, hogy ott fönt lehet majd a Dunán nevezni, és ez nagyon-nagyon megragad bennem. Idén lesz 10. éve már annak, hogy elkezdtem minisztrálni, mert az első áldozásom után úgy döntöttem, hogy most már ideje, hogy én is beálljak a minisztránsok közé, mert a bátyámat láttam, hogyan sűrök, forog az oltár körül, és igen, megirigyeltem tőle. Az nagyon jó, hogy az atyát segíthetjük, ezáltal Jézust is szolgáljuk a misében, és jobban jelen tudunk lenni. Nem csak ülünk a padban, hanem aktívabbak vagyunk a misében. Ezt szeretem a minisztrálásban. A Szent Mise úgy szebb, hogyha minél többen veszünk részt, és én szerintem így
magamat is ösztökélem, hogy menjek meg, tehát muszáj meg nagyon jó ott lenni. Nagyon szép, és szerintem a jó Isten szemében nagyon kedves. Én úgy érzem, hogy minden mise egy hatalmas ajándék, és talán a püspöki szentmiség az egy kicsit több. Amikor füstölés van, én azt mindig jobban szeretem. Én nekem ez a leginkább, mikor ilyen ünnepélyes szentmisem, és azon szolgálhatok. Harmadikos korom óta minisztrálok, és azért, mert szeretek, nekem tetszik ez a minisztrálás, meg hogy így Isten tiszteljük. Szeretek így a templomba lenni, segíteni a pap bácsinak. Délelőtt Zalán atya mondott egy békás történetet, és nekem azt tetszett a legjobban. Arról szólt, hogy a békák egy nagy oszlopra felszerettek volna jutni, és nem úgy szurkoltak volna a többi békák, hanem azt mondták, hogy úgysem fog menni, és mindegyik béka feladta, a végén már csak kettő béka volt, tetején volt éppen már, és az egyik feladta, már csak egy maradt, aki felért a tetejére, és onnan integetett le a többieknek, utána lejött, és megkérdezték tőle, hogy hogy jutottál fel. És hát egy papírra csak annyit írta, hogy süket vagyok. És akkor csak ugye azt hallotta, azt gondolta, hogy ő milyen jó, és fel fog jutni. Nekem a mise tetszett a legjobban az egész napban, és azért is, mert most láttam először püspök atyát. Püspök atyával régen találkoztam, és már nagyon érdekelt, hogy hogy van, és jó volt újra látni, hogy egészséges és épségben van. Már egészen kiskorom óta minisztrálok, ez aktív része az életemnek, nagyon szeretek minisztrálni, és hát szerintem az a legjobb benne, hogy ilyenkor közvetlen közelről figyelhetem meg az átváltoztatást, és közvetlen kapcsolatban lehetek azzal, ami a misén történik, és én is segítek benne. Ennek a minisztráns találkozónak a mottója, hogy lángolt a szívünk, és én ezt érzem minden alkalomkor, amikor minisztrálok, az én szívem is lángra lobban, mert amikor az oltári szentségben jelen van Jézus Krisztus, aki az életét adta értünk, az egy szinte felfoghatatlan dolog. Ez nagyon nehéz felfogni, hogy ő valóban ott van és hinni, de lángol a szívem, nekem is. Az, hogy közel vannak az oltári szentséghez, közel vannak az oltárhoz, az azt gondolom, hogy egy külön ajándék. Tehát el lehet bújni a templomnak a hátuljába, az utolsó padok mögött, még sok templomban még az oszlop mögé is be lehet állni, de ez jellemzi azt a távolságot, hogy milyen közel érezzük magunkat az oltári szentséghez, az Úr Jézushoz, akit a szentmisében az oltár testesít meg. Hogyha közel akarunk lenni hozzá, akkor legközelebb, hogyha nem vagyunk papok, akkor azt hiszem minisztránsként kerülhetünk. És én csak mindenkinek ajánlani tudom azt az érzést, amikor eltölti a Szentlélek, és eltölti a hála, a hétköznapi problémák megoldásai, azok háttérbe tudnak kerülni, föltöltekezünk a szentmisén, és utána hazamegyünk, és akkor újult erővel tudunk nekilátni egyik napról a másikra, egyik hétről a másikra a kereszthordozásának. Talán a leginkább, amit szeretünk volna átadni, az a lelkesedés. Hogy igen, lássák rajtunk is azt, hogy igen, lelkesedünk, sok minden más dologgal is foglalkozunk, de hogy ez legalább ugyanolyan fontos, mint az, hogy csak otthon a saját kis minisztránsainkkal foglalkozzunk, ezért merjünk nagyban gondolkodni, merjünk valóban egy picit, ahogyan Ferenc pápa is próbálja, hogy az egész világot átalakítani, és egy kicsit áttüzesíteni Jézus lelkületével, talán ez az egyik legfontosabb, és hogyha ezt meg tudtuk tenni, akkor ez sikerül is. És az a kis kereszt, amit emlékbe kaptak, az emlékeztet bennünket arra, hogy egymás mellett ott kell lennünk. Talán sokszor úgy látjuk egymást, mint keresztek a másik számára, de ugyanakkor a kereszt az a megváltás műve is, és mi minisztránsok, papok, hívek egyaránt tudunk egymás számára, nem azt mondom, hogy a megváltás eszközei lenni, a megváltónak igazi munkatársai lenni. Akik nem félnek attól, hogy esetleg a munkaruhájuk egy picit összekoszolódik, akik nem félnek attól, hogy olykor sebezhetővé válnak azáltal, hogy
többet adnak magukból, mert ez mindig meghozza a maga gyümölcsét. Pásztor Győző kanonok Dabassári plébános vehette át a Pesti Megyeháza dísztermében február 25-én a Pármá Fidei Hit Pajzsa elnevezésű díjat. Ezt a kommunizmus áldozatainak emléknapjához kapcsolódva immár 16. alkalommal adták át. A kitüntetésben részesülő Dabassári plébános hatalmas felzúdulást okozott az 1990-es évek elején azzal, hogy egyházi iskolát akar indítani településén. Pásztor Győző azonban soha nem hátrált meg. Nomen est omen, egész életében megmaradt pásztornak, és amint végül az élet igazolta, Győzőnek. Vállalta, ha kellett, a küzdelmet, a konfrontációt. Hivatástudata, szolgálata révén megbecsült és elismert tagja lett a városnak. Mindig szívügyének tekintette az ifjúság formálását, nevelését. Ezért is volt számára fontos az, hogy 1993-ban elindítsa a Szent János Katolikus Általános Iskolát. A vele készített riportunkat láthatják. ...56 évvel ezelőtt szenteltek pappá, de hát már 60 éve, amikor jelentkeztem Egerben a Hitőlmányi Főiskolára, egy olyan időben, amikor Magyarország vezetése egyház ellenes, vallás ellenes erők kezében volt. Most már történelem, de nem tanítják részletesen az iskolákban a Rákosi, a Kádár korszakot, a kommunista időszakot, ami a rendszerváltozás előtt volt, pedig ezt lényeges tudni, hogy akkor kitűzte az államvezetés maga elé azt, hogy az egyházat leépíti, a vallást megszünteti, és minden erővel törekszik arra, hogy egy ateista, Isten nélküli, marxista, leninista, sztalinista országot építsenek Magyarországból. És ekkor volt az, hogy államosítottak minden egyházi iskolát, ma már alig tudják, hogy több ezer katolikus általános iskola volt Magyarországon 1948 előtt. Több ezer. 48. június 28-án egy tolvonással mind megszüntették, karácsonyból csináltak fenyőfa ünnepet, Szent Miklós ünnepéből télapót, Szent Istvánból csináltak új kenyér meg alkotmány ünnepet, amit lehetett ünnepeket eltöröltek, hitoktatást megszüntették, és szinte majdnem úgy büntették azt, ha valaki vallásos volt. Úgy lehetne mondani, hogy azt hitték, hogy övék az ország, a hatalom és a dicsőség, nem a jó istené. Aztán ugye a rendszerváltás előtt volt egy ilyen mozgalom, hogy Isten, haza, család, ők pedig azt mondták, se Isten, se haza, se család. Na hát ilyen légkör volt, amikor ha valaki templomba ment, akkor megfigyelték, nem kapott jutalmat, esetleg a munkahelyéről elküldték. Na mostan ilyen körülmények között, ha egy tanárember azt mondja, hogy ő vallásos, sőt, elmegy papnak, hát az olyan volt, mint a derültékből a villámcsapás. Hát hova tette az eszét? Hát maga a tudományos ember, a papság meg a nép butitója, a hit az a tudomány ellensége, a vallás az elavult, annak most már vége van, természettudományos alapokra kell helyezni a világot. Hát mondom, én megpróbáltam, elvégeztem a természettudományban, amit lehetett,
egyetemi fokon államvizsgákig, diplomát szereztem matematika-fizika szakból, most pedig elmegyek az Egri Hitományi Főiskolára, és megnézem a lelki képzésnek is a legfelső fokát, a kettőt majd egymás mellé teszem, és dönteni fogok, hogy melyik mellett leszek, mondtam nekik, amikor számon kértek. Onnan kezdve az álom szeme állandóan rajtunk volt. Követtek bennünket, nyomoztak utánunk, és már most tudtam meg, a Történelem Igazságtétel Hivataltól kaptam 63 oldalt azokból a jelentésekből, amelyet a rám állított besúgók jelentettek az akkori pártközpontba. És abban benne volt, hogy az akkori egri érseket, a Brezanos érsekurat felszólították, mikor én negyedéves voltam, hogy a negyedéves kispapok közül 5-6-ot küldjön el a szemináriumból. Névsort is küldtek, az első pásztorgyőző volt. Szerencsémre Brezanoszi érsek úr helytállásának nem rúgott ki engem a szemináriumból, így eljutottam a papszentelésig. Ezt én csak később tudtam meg, hogy hát ilyen veszély fenyegetett. Na mostan, mivel volt már diplomám, és az egyetemen pedagógiából is készültünk, meg sokféle más olyan tantárgyból, a püspök úr azt mondta, dr. Kovács Vince volt akkor a segédpüspök, mert a megyés püspökünk, a Péteri püspök urat internálták. Ugye akkor volt, hogy a Mindszentit börtönbe zárták, ki akarták végezni, a Grőszések urat börtönbe zárták, a Badalik püspök urat, meg a Péteri püspök urunkat száműzték helyszínre, a Kisberc püspök urat Dunabogdányba, ahol lehetett, a püspököket lehetetlen akarták tenni, akkor ma nem lesz papszentelés, nem lesz pap, nem lesz szentmise, vége lesz a vallásnak. Na mostan akkor azt mondta a püspök atya, hogy engem felszentel negyed év végén, és az utolsó évben próbáljam párhuzamosan letenni a vizsgákat negyed évből, ötöd évből. Megpróbáltam, és így történt az, hogy úgy szentelődtem föl, hogy az állami hatóságokat tulajdonképpen megtévesztették. Mert akkor olyan erőszakos egyház fölötti ellenőrzése volt az akkori kormánynak és az akkori kommunista pártnak, hogy a püspöknek nem volt önálló működése. A püspöki palotába beültettek egy embereket. Úgy hívták, hogy bajuszos püspök. Jött a posta, nem a püspök bontotta ki, ő. Ha püspök írt egy levelet, ők átolvasták, mehet vagy nem mehet. Püspök úr, ezt nem tessék kihúzni. És kit fognak pappá szentelni? Jelentségben nekik, hogy majd ők hozzájárulnak-e vagy nem. Jelentették az ötödéveseket, mi ketten voltunk negyedévesek, akik így előreugrottunk, minket külön nem jelentettek, és a hivatalos papírt is pénteki napon tették postára, hétfőn megkapták, de vasárnap felszenteltek bennünket. Na hát ez volt az indulásnál az első furcsa dolog, és amikor ezt ők megtudták, azt mondták bosszúból, már pedig mindent el fogunk követni, hogy ez a pásztorgyőző papként soha életében nem működhessen. Jött a szeptember, október, sehol semmi. Hát menjek az állam egyházügyi hivatalhoz, kérdezem meg, hogy mi van. Elmentem, Göröncs elvtárs, uram, önnek van diplomája, képzettsége, menjen el tanárnak, tanítson, magából soha nem lesz pap. És akkor, hát persze, ez mellébeszélés volt, mert ha fölhívtam a oktatási osztályt, hogy kell-e matematika szakos tanár, kell, igen, mikor tud jönni? Hétfőn. Na jöjjön, utolsó munkahelye, Hittudományi Főiskola Eger, hoppá, akkor szó se lehet róla. A végén sikerült segédmunkásnak vízorral leolvasónak elhelyezkedni a budapesti vízügyi központban, és akkor ott már öten voltunk ilyen papok, akiket nem engedett az állam papként működni. Vízorral leolvasók voltunk segédmunkásként havi 950 forintért, két diplomával a zsebünkbe, és akkor itt vagyunk, uram, jövök, hogy akarod a teljesítsen, fiatal, büszke erő, jó pap leszek, mindenkit tanítok, és szolgálom az egyházat, és mentem vízorát leolvasni egy éven keresztül. Végül aztán annyit enyhült a világpolitika,
hogy azért, mert a Kádár János kommunista pártfőnök is elment a Vatikánba a hatodik Pálhoz, mert látták, hogy ha az egyháztól ők távol vannak, akkor a nemzetközi diplomácia el se fogadja őket európai államként vagy országvezetőként. És egy kicsikét ennyit tettek a dolgokon. Akkor azt mondták, hogy jó, működhetek, de Vászról a legtávolabbi kápláni helyre, 200 kilométerre, Pestre soha nem jöhet, pesti gyerek voltam, ott születtem Újpesten. Megyeközpontban nem mehet, városban nem mehet, plébános nem lehet, önálló nem lehet. Hitoktathat, de olyan helyen, ahol nincs iskolai hitoktatás. A többi pedig tiltott dolog volt, hogyha a plébánián foglalkozott az ember egy pár gyerekkel. Na hát ilyen körülmények között indult az én papi hivatásom, de hát persze, amit csak lehetett, mindent megtettem a kápláni évek alatt is, amelyből volt több mint 10 év, és akkor 47 éves koromban egy nagyon kis plébániára oda helyeztek, nem plébánosként, adminisztrátorként. Így játszották ki az állami tilalmat és törvényt. Ez volt Szolnok szandaszőrös kis plébániája. Ott működtem egy évtizede, és akkor jött a dr. Bánk József érsekpüspök Vászra. Ő egy nagyon ügyes, diplomatikus ember volt, és nagyon becsületes, bátor, hívő főpap. Személyesen is megismerkedtünk, és ahogy lehet, próbálta az én életutamat egyengetni. Előbb kijátszotta őket azt, hogy káplának helyezett Szeglédre. Na, akkor bekerültem Pest megyébe. Hát csak mint káplán hitoktató, ugye? Hát mehet temetni, meg gyóntathat, az nem baj, ugye, misészhet, csak ne foglalkozzon az ifjúsággal. Mert azt tudták, hogy hát, ha az ifjúságot elzárják a vallástól, a hittantól és a szellemi katolikus értékektől, akkor majd egy 30 év alatt magától ki fog halni Magyarországon a vallásosság, és nem lesz majd Mária országa, hanem az övék lesz, ahol majd se Isten, se haza, se család, és majd ők fogják uralkodni az embereknek még a gondolatain is. Na mostan történt az, hogy itt, Dabassáriban, évközben karácsonykor megüresedett a plébánia, gyorsan kellett valakit ide helyezni. Hát akkor a bánkések úr meg tudta oldani, hogy ide jöjjön, mert azt mondta, hogy hát azért ugye akkor még ez sári község volt, akkor még nem volt Dabasot csatolva, falunak számított. Tehát akkor volt az, hogy nem városba került, nem Pestre került, hát már eddig is Pest megyében volt, ha csak káplán is, hát akkor ide jöhet plébániára, itt úgyis egy düledező romhalmoz talál, a Vászi Egyházmegyének mondtam, hogy a legutolsó plébániája volt, 252 éves, szinte romokba volt, szaladgáltak a patkányok meg az egerek, és amikor megérkeztem, akkor a szobámban a szekrényem tetején 5 vödröt találtam, abba csöpögött a víz a padlásról, ahol olvadt a hó, mert a padlás tele lett hóval. Ilyen körülmények a templomoknál, méteres jégcsapok, a vakolat lehullva, sötét, hideg, se világítás, se fűtés, se orgona, semmi. És akkor, na hát akkor ide jöhetek. Akkor megpróbáltam a templomot rendbeszedni, ezt a plébániát építeni, de sikerült rendbehozni. Akkor jött az úgynevezett rendszerváltás éve, 1989-90. Azt mondták, hogy a Szovjetunió megszűnt, megszűnt a párturalom, több párt is létesülhet, és azután az egyháznak megadjuk a szabadságot, még egyházi iskola is létesülhet. Hát ezen kapva, piaristák segítségével, Farkas István kecskeméti piarista atya közreműködésével megszerveztük, hogy legyen itt megint katolikus iskola. Volt 200 évnél tovább, egészen addig, amíg el nem vették és nem államosították 1948-ban. És akkor megalapítottuk, igen ám, de mi volt a helyzet Magyarországon? A minisztériumokban az újságírók, a tévészerkesztők, a rádiószerkesztők, mind a régi emberek voltak, azok nem szívódtak fel az égbe, itt voltak, és azok bosszankodtak, hogy na most az egyház kezd éledni, akadályozzuk meg, hát akkor soha nem jutunk vissza
az uralomra, és sikerült is nekik. 94-ben megbuktották az Antal kormányt, amely keresztény kormány volt, és jött a Horn Gyulának a kormánya. Horn Gyula ugye az MSZP-nek volt a fő párttitkára, és akkor hát ő megint ellene volt az egyházi iskoláknak. És azt mondták neki, miniszterelnök úr, hát csak 1% az iskoláknak egyházi. 1994-95-ben. Nekem már az is sok, felelte a Horn Gyula miniszterelnök. És akkor azt mondták az összes volt baloldali, meg kommunista, ateista emberek, megállítjuk az egyházat, több iskolát ne hozzon létre. Ma végén már megint föl fog éledni az egyház. Én meg azt mondtam, hogy más megoldás nincsen, most egy vonalat húzunk, elindítunk egy új nemzetéket, egy katolikus iskolával, és kisgyerekkortól kezdve szépen vallásos nevelésben részesítjük, és visszaállítjuk Mária országát, Szent István országát, és keresztény lesz Magyarország csak azért is. És akkor hát ezt elkezdtük, na persze akkor rám zúdítottak a Washington Posttól kezdve, a párizsi Lacroix, meg aztán a olasz Unita, meg mindenféle európai újságokat, az itteni baloldali újságírókat, a televíziót, mindent, és azt mondták, hogy egy propaganda hadjáratot indítunk, a Dabassári iskolát meg kell szüntetni, ez nem működhet. Följelentenek, bíróság elé visznek, hogy törvénytelenek voltunk, nem voltunk szabályosak, elvesztették a pert. Nem baj, fellebbezünk, elvesztették. Nem baj, majd a legfelsőbb bírósághoz mentünk, elvesztett, mert minden szabály szerint csináltunk, ahogy a papíron törvény előírta. És akkor aztán azt is elvesztették, felülvizsgálati kérdést kérdünk. Közben eltelt 3-4 év, a híveket hülyítették, ne írassátok katolikusba a gyerekeket, jövőre úgyis meg fog szűnni. Ennek nem lesz jövője, ennek vége lesz. Ott fogják térdepeltetni, imádkozni kell nekik reggeltől estig, állandóan templomba kell menni, minden nap gyónni kell, fizetni kell 50 000 forintot havonta, és mindenféle hazugságot elterjesztettek, csak hogy valahogy megszüntessék az iskolát. Engem megfenyegettek, keszthelyi püspökorot is, kilukasszák a bőrömet, levágják a fejemet, fejemmel kikövezik az utcákat, Sátánszövetség, takarodjál, 2 hetet adunk, ha nem hagyod el Sárit, akkor kinyírunk. Ilyen körülmények között valahogy létrejött az iskola. A vége az lett, hogy kiálltuk a próbát, az első 10 év írtó nehéz volt, nagyon sokat vért verejtékeztünk, de az iskola megmaradt, ma pedig a környéknek a legszebb és legjobb iskolája. És most például vasárnap, a templomba 270 gyerek előtt miséztem. 270 fiú, lány együtt énekelt, és ők már azt mondták, hogy dicsőség a magasságban Istennek, és mert tiéd az ország hatalom és a dicsőség Krisztusé, és nem a kommunista államvezetőké. Sok idő eltelt, most már jövőre 25 éves lesz az iskolánk, közben cserkészcsapatot indítottunk, ragyogó minisztránsgárdát, 26 minisztránssal, kis apró általános iskolák, felső tagozat, középiskolások, egyetemisták. Keresztény családok alakultak, akiket már én kereszteltem, vezettem első állásra, bérmálásra, én eskedtem meg őket, megkereszteltem a gyermeküket. Szent család vasárnap az apjuk olvasta az olvasmányt, az anyjuk a szentleszkét, a lányuk pedig az egyetemes könyörgést, együtt a család. Hát ez egy gyönyörű élmény, és az, amikor itt együtt van, másik azt mondják, hogy nem járnak a gyerekek templomban, meg misére, meg hol van az ifjúság. Hát jöjjenek el Sáriba egy ilyen diák misére. És így most már ott vagyunk, hogy megfékeztük a lefelé való zuhanást, sikerült megállítani, és most az a feladatunk, tegnap épp mondtam a kerület papjainak, hogy most mindent kövessük el a következő 3 évben, mert 2020-ban Budapesten lesz az 52. Nemzetközi Eukarisztikus Világkongresszus. Az egész világ keresztények, katolikusai itt lesznek az oltárszentség imádására Magyarországon. Mutassuk meg, hogy a magyarok azok megmaradtak a keresztény hitükben, és ma is élnek, és hát
erre törekedjünk, mindig előre és fölfelé. Kedves nézőink, műsorunk végéhez érkeztünk. Munkatársaim nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!